Több mint 4000 kilométer megtétele után a versenyzők számára eljött a várva várt pihenőnap. Szakmeister Gábor 8 szakasz után a 69. helyről tért pihenőre. Ez az egyetlen nap a Dakaron, amikor egy kicsit elengedhetem, amikor emberek közé kerülök. Nem mondom, hogy Dakaron nincsenek emberek, de nagyon sokat töltünk a sivatagban magányosan, kiszáradt folyómedrekbe, dűnék köz. Plusz 45 fokban, tegnap kétszer olyan zivatarba kerültünk, hogy ilyen jeges eső esett valamilyen részeken, kétszer fél órát áztunk, nem lehet elmesélni. Úgy nézett ki a felhőzeten, hogy soha nem lesz vége. Na ezek a dolgok, amiért én járok a Dakarra. Úgy néz ki, hogy vége van mindennek, de még sincs, mert a hegy után jön a napsugár. Szalai Balázs is alig várta a mai pihenőnapot, hiszen a nagy hőség és a sok akadály alaposan kimerítette a csapatot. Mindig elindultunk egy kicsit keményebb abroncsal, mint ahogy kellett volna, aztán az első ásásnál természetesen leengedtük, utána már nem volt semmi problémánk, se elakadás, se technikai, úgyhogy nagyon jó napokon vagyunk túl, hogyha nincs ez a két elakadás, akkor meg igazán az élmezőnyben lennénk most. Balázs számára, aki a 12. Dakarját hajtja, a perui homok, az úgynevezett fes-fes okozta a legnagyobb gondot az eddigiek során. Pes-fes az nem is homok, az inkább ilyen puha föld, tehát az egy nagyon speciális dolog, nagyon puha és nagyon porzik, és nagyon könnyen el lehet ásni magát az embernek, pláne az amatőrök, azok, akik még nem annyira ismerik ezt a fes-fest, azok már nagyon kemény és nagyon nehéz átjutni rajta. A Szalai vezette Opel Dakar team tagjaként indult a dél-amerikai versenyen a Milanovic-Vejkovic szerbiai autós páros is. A krajevói fiúk a második szakaszig jutottak. Balázs szerint a Dakaron való részvételt komoly tervezésnek kell megelőznie. Én azt gondolom, ha valaki eldönti, hogy a Dakar akar menni, akkor azt el kell döntse januárba, és egész évben fel kell készülnie mentálisan, és amikor már itt van a Dakaron, akkor minden pillanatban oda kell koncentrálni, amit csinál. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb része ennek, hogy egy percre se szabad a koncentrációt elveszteni, mert például náluk is az történt, egy picit nem odafigyeltek, Putyegyből már fejtetőn volt az autó. Az első szerbiai autósoknak, akik indultak a világ legnehezebb rallián, az idei szereplés jó tanulságként szolgálhat. Az Opel Dakar teamnek pedig kívánjuk, hogy sikeresen zárja a 2013-as versenyt. A versenyzőkre még 6 kemény nap vár, 3 Argentínában és 3 Chilében, ahol lesz a cél is. A megérdemelt pihenőnap után az idei Dakar a gaucsók földjén folytatódik. A híradót Zakinski már tudósította Argentínából.